Üzenjünk Gréczi Zsoltnak, hogy vigyázzon a szájára, amikor a Mi Hazánk mozgalom közösségét sértegetni próbálja. Különösen szégyenteljes mindez egy olyan párt képviselőjétől, amelynek az elnöke miniszterelnök volt a 2006 őszi tömeges jogsértések idején, ráadásul örökösének tekinthető annak a kommunista rendszernek is, amelyben vezető tisztséget vállalt. A Mi Hazánk mozgalom soha semmelyik magyar embernek a jogait nem sértette meg, ellenben az önök miniszterelnökével és elnökével. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely emlékezik Horthy Miklós 100 évvel ezelőtti budapesti bevonulására és legendás beszédére, amely aktuálisabb, mint valaha, hiszen a vörösök örökösei újra megszerezték Budapest vezetését. Szombaton 16 óra 30 perckor várunk mindenkit a Bartók Béla úton, mutassuk meg, hogy ez a Mi Hazánk.